Visegrádtól alig pár kilométerre található egy kellemes kiránduló hely, a Berthényi Miklós fűvészkert. Az éledező koratavaszi környezet szinte csábított egy kényelmes sétára. Az egész éven át nyitva tartó fűvészkertet tanösvények hálózzák be. A szépen gondozott parkerdőben virítottak a vadvirágok, csicseregtek a madarak. Gyere velünk napkeletre, citrus pálmaligetekbe, fecskemadár, csak menjetek, nem vándorlok én veletek. De jön a tél, és nem lesz bogár, mit eszel ma is, tiglinc madár? Nyelek egy-két száraz bogyót, elfogyasztom, mint a jót. Hóviharban, hogyha fázol, stiglinc madár, hol tanyázol? Egy faódú majd csak akad, de a szívem a szű marad. Az Ördögmalom étteremben lehet kifizetni a szerény belépti díjat a fűvészkertbe. Fűvészkerttől pár kilométerre találhatóak a visegrádi pisztrángos tavak. A három tó halgazdaságát több ezer pisztráng betelepítésével indították be mintegy évtizede. Kellemes sétát tettünk a tavak körül. A tájékoztató táblákról megtudtuk, hogy idényben itt horgászni is lehet. A fogott pisztrángot vagy az étlapról megrendeltet az Ördögmalom étteremben sütik meg, és ott lehet elfogyasztani. Elhatároztuk, hogy egy szép nyári napon újra ellátogatunk erre a csendes, varázslatos kirándulóhelyre.